Tisztelt választópolgárok, kedves ajkaiak, hölgyeim és uraim, szeretettel köszöntöm Önöket a Közösen Ajkáért Egyesület sajtótájékoztatóján. Vallerné Horváth Andrá vagyok, az Egyesület elnöke. A 2024. június 9-i önkormányzati választáson a Közösen Ajkáért Egyesület is indul. A Közösen Ajkáért Egyesület polgármester jelöltjét, a 10 egyéni választókerületi képviselőjelöltet és az Egyesület kompenzációs listáját 5 párt támogatja. A Demokratikus Koalíció, a Jobbik Konzervatívok, a Magyar Szocialista Párt, a Momentum és a Párbeszéd a Zöldek pártja. A Közösen Ajkáért Egyesület mai sajtótájékoztatóján bemutatkozik az Egyesület polgármester jelöltje és a 10 önkormányzati képviselőjelölt, valamint bemutatjuk az Egyesület kompenzációs listáját. Szeretném Önöknek bemutatni a Közösen Ajkáért Egyesület polgármester jelöltjét, Schwarz Bélát, Ajka városi jelenlegi polgármesterét, aki 2002 óta vezeti a várost, amely ettől kezdve töretlen fejlődési pályán halad. Kérem a Közösen Ajkáért polgármester jelöltjét, Schwarz Bélát, mutassa be csapatát, a 10 egyéni választókerület képviselőjelöltjeit. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Magamról annyit, hogy nevem már elhangzott, Schwarz Béla vagyok. Közgazdaságtudományi Egyetemet végeztem, okleveles könyvvizsgáló képesítéssel rendelkezem, és 22 éve vagyok a város polgármestere. Nagy szeretettel köszöntöm Önöket, a város teljes lakosságát. A választás előttünk áll. Vágjunk hát bele jó erőben, egészségben, és kérem, hogy támogassanak bennünket, támogassák a jelöltjeinket, hogy azt a programot, amit megírtunk, és Önök majd olvasni fogják, azt tudjuk teljesíteni, és Ajka még szebb legyen, még élhetőbb legyen, és mindannyiunk egészsége megmaradjon, sőt, javuljon. Választókerületenként mutatnám be képviselő jelölt társaimat, és majd megkérem őket, hogy szíveskedjenek felállni és itt mellettem helyet foglalni, és hogy egy együttest, a teljes együttest láthassa a város közönsége. Az egyes választókerület, ami a Tósoki városrészt a Lirium utcával bezárólag mutatja be, a képviselőtünk Mózes Tamás, 20 éves fiatalember, aki korábban a Bród Imre gimnáziumban végzett, jelenleg az ELTE jogi hallgatója. Nevéhez fűződik a Városi Diák Egyesület megalakítása, melyet 2 évig sikeresen vezetett, és a Városi Diák Tanács elnöki tisztét is betöltötte. Ő a jövő embere, és a képviselőjelöltjeink között a legfiatalabb, jóképű fiatalember. Köszönöm szépen. A 2. számú választókerület a Bányásztelep és Óváros képviselőjelöltje, Dorner László alpolgármester úr, mérnök végzettségű, 2006 óta képviselő, számos fejlesztés és helyi rendezvény fűződik a nevéhez. Hát, hogy csak néhányat említsünk, a Dorner karácsonyok, a Dorner húsvétok, azt hiszem Dorner sonka is volt, ha jól emlékszem. Úgy igaz. Köszönöm szépen. A 3. számú választókerület a Futó utca, Verseny utca, Ifjúság utca és környéke. A képviselőjelölt Johannides Sándor. Sándor 2002 óta tagja a képviselőtestületnek, jelenleg a Kristályfürdő üzemeltetési vezetője, és az elmúlt 20 évben számtalan fejlesztés kezdeményezője, ennek a területnek az élő képviselője és motorja. Köszönjük szépen, Sándor! A 4. számú választókerület az Új Élet utca, Kohász utca, Kaszinó környéke. A képviselőjelölt dr. Horváth József, alpolgármester, ő jogász végzettségű, 30 éve képviselő, ő a legrégebb képviselőnk, előtte nem is tudom, volt-e még képviselőnk, és 20 éve alpolgármester. Jóska, szeretettel köszöntünk. Az 5. számú választókerület a belváros egy része, Fő utca, Szabadságtér, Bújtor Balázs, fiatalember, mérnök végzettségű, a fiatalabb korosztály képviselője,
korábban neves labdarúgó volt, nem tudom, hogy rúgtál-e gólt életedben, biztos, de a képviselői munkáját nagyon eredményesen látja el. Köszönjük szépen! A hatos számú választókerület, a Hunyadi utca és a belváros egy része, a képviselőjelölt Pat Ferenc úr, mérnök, végzettségű, szakszervezeti vezető, ugye a nagyvállalatok képviselőivel rendszeres csatát vív, tulajdonosaival is, de jó színvonalon végzi a munkáját, nagyon szeretik a Ferit, 2019 óta tagja a képviselőtestületnek. Köszönöm szépen! A hetes számú választókerület képviselője, ugye Ráczi Németh Csilla, egy csinos óvodavezető, asszony, aki 19 óta tagja a képviselőtestületnek, óvónő, a Szőlőhegy, a Téglagyári utca környékének képviselőjelöltje, csak érdekességként jegyzem meg, hogy ő úgy jutott a képviselőtestületbe, hogy Fülöp Zoltánt, régi képviselőtársunkat győzte le. Köszönöm szépen! A 8-as számú választókerület képviselőjelöltje Pető Anita. Pető Anita a Patakparti óvoda vezetője, a Csikó legelő, a Kandó Kálmán lakótelep, Csinger és Bódé képviselőjelöltje. Ugye a te nevedhez fűződik a Csikó legelői baráti kör megszervezése és számos rendezvény elindítása. Egy csinos hölgy, és újítottunk a képviselőtestületben. Sok sikert kívánunk, Anita! A 9 számú választókerület képviselője, hogy a Pék Attila vállalkozó. Attila 2002 óta tagja a képviselőtestületnek. Bakonygyepes Ajkarendek képviselőjelöltje. Számos fejlesztés, útépítés, parkolóépítés. Talán te építetted a legtöbb utat meg a parkolót a városban. De minden esetre mindig az utcán vagy, úgyhogy szeretettel köszöntünk és sok sikert kívánunk. A 10-es számú választókerület jelöltje Karnics Miklós technikus, a Bányász Hagyományozó Egyesület elnöke, a Padragi Városrész önkormányzati megbízottja és a Padragi Fejlesztések motorja. Miklós még nem volt képviselőjelölt, de nagyon sok fejlesztést elindított a Padragi Városrészbe. Ha jól emlékszem, most is 7 vagy 8 utca felújítása tartozik a nevedhez, úgyhogy Miklóst nem tudjuk nélkülözni. Padragnak szüksége van Karnics Miklósra. Tisztelettel köszöntünk. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ez a mi csapatunk, ezzel vágunk neki a 2024-es választásoknak. Majd még a listás jelöltjeinket is bemutatjuk. A programunkról most nem kívánok szólni, írásos formában majd mindenki megkapja, elolvashatja, de lényegében az a program, amit önök azért nagyjából ismernek, hiszen olyan tételek és olyan célok szerepelnek benne, amit vagy elkezdtünk, vagy már befejeztük, vagy folytatjuk, tehát nem ismeretlen tényezőkről van szó. Hát ugye csak a legismertebbeket, ha megemlítem, a lakóházfelújítás, a Városliget fejlesztése, a tornapatak, a vízelvezetés, és hát az örök téma, ami mindenkinek a legnagyobb kedvence, az út- és járdaépítés. Ugye mi azt gondolom, hogy nagy út- és járdaépítők vagyunk. Hát, ha csak a mostani éveket számítom, most is 2 milliárdért építünk utakat, parkolókat és járdákat. De a 2024-es év ez mellett a hidakról fog szólni, hiszen 7 hidat fogunk felépíteni ebben az évben. Nem biztos, hogy mindegyiket átadjuk, de hogy elkezdjük, az 100%. Úgyhogy kérem az önök segítségét, és együtt építsük tovább Ajka városát. Kedves ajkai választópolgárok, szeretném ismertetni önökkel a Közösen Ajkáért Egyesület kompenzációs listáján szereplő jelölteket is. A listán az első Schwarz Béla polgármester közgazdász. A második dr. Horváth József alpolgármester jogász. A harmadik Dornár László alpolgármester mérnök. A negyedik Pákai Péter mérnök. Az ötödik a listán Karnics Miklós technikus, a Padragi Bányász hagyományőrzőkör elnöke. A hatodik Mózes Tamás joghallgató.
7. Polt Balázs, politológus. 8. Jó magam, tanár vagyok és művelődés szervező az Egyesület elnöke. A 9. Rácné német Csilla óvoda vezető, 10. Paksa Jenőné könyvelő, a Csékúti baráti kör vezetője. Hölgyeim és uraim, kedves választópolgárok, tisztelt ajkaiak! Az áprilisban kezdődő kampányidőszakban számos programmal, rendezvénnyel, fórummal várjuk Önöket. Ezekről tájékozódhatnak a Közösen Ajkáért Egyesület jelöltjeinek egyéni közösségi oldalán, de a Közösen Ajkáért Egyesület bejegyzéseit is tudják követni a közösségi médiában. A jelölteknek megköszönöm a bemutatkozást. Kérem az ajkaiakat, hogy a Közösen Ajkáért Egyesület jelöltjeinek mondják el javaslataikat, észrevételeiket, tudják, számít az Önök véleménye, és számítunk az Önök véleményére.